2016 második fél évében járunk már az idei évre szóló 181 millió forintos konszolidációs pénznek a felhasználása, hogy összességében hol tart a városban. Hát szerintem már olyan 90%-os lett a, a felhasználás, és hogy láthatták az a lakosai az egész évben azokat a munkálatokat, és itt szeretném is megköszönni nekik a türelmüket, hiszen nagyon sok útfelújítással járt, bontással járt, építkezéssel járt ez a dolog. Úgyhogy most már a vége fele járunk. Ha jól tudom, még egy-két járda, Erzsébet Királyni utcában, Kiszengróton a Szabadság utcai járda van, ami még, még, még hátra van, de Megpróbáltuk úgy ütemezni a munkákat, hogy az óvoda környékén, a szeptember ha igaz, hogy nyitva van az óvod egész nyáron, de akkor inkább akkor megy a, a több gyerek. Az, az, iskola környékén ezeket a munkálatokat elvégezzük. Az építkezési munkákat még ugye itt a hivatalnál tart a tetőnek a cseréje, de szerintem ez is heteken belül be fog fejeződni. Úgyhogy én úgy gondolom azt a 181 millió forintot a lehető leghatékonyabban költöttük el, a legtöbb mindent próbáltunk beletenni. Én köszönöm a kollégáimnak a munkáját, hiszen nagyon-nagyon sokat dolgoztak itt a hivatalon belül, és természetesen köszönöm az önkormányzati képviselőknek is, hiszen ők szavazták meg, hogy hogyan költsük el. Úgyhogy várjuk a következő adag 181 millió forintot. Ennek a következő 181 millió forintnak a tervezését már zajlik, hiszen a részünk a részünk vezetők már tervezik azt a közel 10 millió forintot, ami nekik jut. Mikor kell benyújtani a pályázatot, vagy az igényt erre a következő 181 millió forintra? Sőt, annyira folyik a tervezés, hogy már be is adtuk a, a pályázatot, hiszen augusztus 31-ig be kellett nyújtani. Megelőzte azt egy képviselőtestületi ülés, ahol a képviselőtestület eldöntötte, hogy megint mire adjuk be a pályázatot. Megint hasonló kép olyan elveken működik, mint az, az első 181 millió forint. Azokra adunk be pályázatot, amire Európai Uniós forrást nem látunk. Tehát ez nagy része, ez pedig az útkarbantartás és a vízelvezetés. A következő időszakban is ezt Megvalósítani belőle. Volt egy hallgatólagos megállapodásunk itt az önkormányzati képviselőkkel, a részönkormányzati vezetőkkel, hogy ebbe a következőbe 10-10 millió forintot a részönkormányzatok megkapnak. Meg van határozva, hogy mire lehet elkölteni, milyen feltételrendszer volt, saját tulajdonba kell lenni, belterületi útnak kell lenni. Ebből például két kisebb probléma volt két részönkormányzatnál. Az egyik Tüske-Szentpéter esetében a temetői utat akarjuk megjavítani belőle, felújítani belőle belőled külterület, udvarnok esetében pedig a hévízút járdája a közúthoz tartozik. Ezeket nem tettük bele, hanem erről határoztunk ezt meg saját költségvetés terhére, ezeket megvalósítjuk, hogy mindenhol az a 10 millió forint minden részön kormányzatban meglegyen. Az elvek megint azok voltak útfelújításoknál nagyon rossz minőségű, és ahol többen laknak, többen járnak. Tehát a, a frekventáltabb helyek és a rossz minőség, tehát ezt a kettőt ö, próbáltuk összetenni. A járdák esetében úgy jártunk el, hogy azon az szakaszon, ami mind a két oldalon van járda, hogy minél nagyobb, hosszabb szakaszt tudjunk felújítani belőle. Az egyik felét újítjuk fel ebből a pénzből, és majd későbbiekben meglátjuk a következőben, hogy milyen forrásaink lesznek rá. Tehát Megint csak elnézést és türelmet kérünk az emberektől. Természetesen mindenkinek a saját problémája legnagyobb, a legnagyobb, a saját maga a háza, ingatlan előtti járda a legrosszabb. Ha azt nem tudjuk felújítani, ez nem azért van, mert mi pont azt nem akarjuk, hanem máshol látjuk azt, hogy talán jobban használják, vagy a másik oldalt újítjuk fel. Tehát mindenhol ugye azt, azt látható, hogy, hogy elkezdődött ez a, ez a 180 millió forintos munka, és, és, tényleg az emberek jönnek, hogy, hogy tippeket adnak, hogy melyikek azok a szakaszok, ami nagyon jó, hogy, hogy adják, hogy felújítsuk, de egyszerre nem tudunk mindent felújítani. Tehát ha évtizedekig nem volt felújítva egy a szakasz, akkor most ezt hónapokon belül nem tudjuk megoldani, és a legtöbbet próbáljuk megtenni az asszengrótiak ért, hogy tényleg is látszik is szerintem ez a 2016-os éven, hogy tényleg épül és szépül a városunk. Mennyire biztos a jövő évre ez a 181 millió forint? Hát mondhatnám, hogy a szólás, mint a kutya vacsorája, de nem akarok ennyire elpoénkodni a dolgot. Mind, nagyon bízom benne, hogy, hogy, sikerülni fog. Nézzem az országos költségvetést. Ugye ezelőtt én többször lehetett hallani a hangomat, és elég keményen bíráltam a kormányt és úgy, úgy látom, hogy volt is hasznat, természetesen nem Baracskai József egyedül döntött el, hogy igenis Zalszengrót kapjon, hanem 120 polgármester nem kapta meg azt a pénzt az ezelőttibe, és összefogtunk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével együtt is. Nagyon örülök neki, hogy a döntéshozók a belügyminisztériumnál meghallották ezt, és megkaptuk ezt a pénzt. Ugye ígéretünk van rá, hogy a következőt is megkapjuk. És mivel az elsőt ö, sikerült, én, én bízom benne is, Majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy ez a, a mostanit is ö, ö, meg fogják, oda fogják ítélni nekünk. Nagyon sok település várja az Európai Uniós forrásokat. az alasznyról is nagyon régóta készül arra, hogy különböző pályázatokat nyújtson be, egyáltalán, hol tart most a folyamat? Milyen kiírások vannak, mit sikerült benyújtani. Van -e egyáltalán valahol valamilyen eredmény, vagy látszik-e valami eredmény. Hát a település és területfejlesztés operatív programok azok, amik ki vannak írva a, a településeknek, és itt is inkább a városoknak és járásszékhelyeknek. Ugye ezt már többször beszéltem tavaly december 23-án, Szentestét megelőző nap. Kezdődött el a pályázati kírási dömping, mi a lehető legtöbb forrásra pályáztunk, úgy mint ovoda, kerékpárút, gazdaságfejlesztés, energiahatékonyság is még lehet sorolni, szinte mindegyikre beadtuk a pályázatot. Hát és már ugye az elsőnknek már júliusra meg kellett volna jönni az eredményének, és itt már e, itt járunk szeptemberben, még mindig nincs eredmény. Ahogy olvasom a híreket, most a szakértőket választják ki. Őszintén megmondom, kicsit nem is bánom, hiszen volt nekünk munkánk 2016-ban, nem maradtunk fejlesztés nélkül, hiszen nagyon sok mindent költöttünk a városunkra. E, nagy reményekkel nézek elébe a pályázatok kiirdetésére, hiszen Zalaszengrót, Zala-megye ötödik legnagyobb városa, az Alaszengróti járásnak a székhelye, kedvezményezett járás, tehát minden indokolt abban, hogy a fejlesztési források ide kerüljenek, a mi óvodánk az egy központi óvoda, a mi iskolánk az egy központi iskola, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy a döntéshozók ne ezzel a szengrótot hozzák ki győztesnek, bízom benne, a önkormányzati képviselőtársaim és a saját politikai csatornáikon mindent megtesznek érte, tehát nem is kételkedem benne, hogy, hogy ezt másképp gondolnák, úgyhogy nagy reményekkel nézek. Az idei évünk az elment arra, hogy újítottuk az utakat, és remélhetőleg 2017-ben már a pályázati eredményekről tudok beszámolni. Szóba került már az iskola, elindult az iskola, megvolt az évnyitó. Egy nagyon kedves szokás alakult ki: ajándékot kapnak a gyerekek. Kik és mit? Igen, hát ugye a kisiskolások mindig megszeppenve mennek az első nap az iskolába, pár vidámok még, nem tudják, hogy minek néznek elébe, és ezért az önkormányzat kedveskedik nekik a kisfiúknak, az elsős kisfiúknak egy kis kékpólóval, amit logó logóval rajta, a kislányoknak meg pink színűt, és nagyon örülök neki, hogy nagyon sokan használják, és tényleg nyáron is lehetett látni, hogy ebbe szaladgálnak, büszkék rá, és okkal büszkék, hiszen nagyon ügyesek, nagyon okosak és és minden bizony az, az elkövetkező 8 évben is nagyon rendesen és jól fognak tanulni. A gimnazisták, kilencedikesek pedig egy szengrót kitűzőt egy, és egy kis emléklapot kapnak ajándékban, és ez is nagyon jó, hogy évek során már, már több évre visszatekinthet ez az ajándékozás, ők is hordják ezt is büszkék erre a kis kitűzőre, úgyhogy mi mindent megteszünk, ha már nem mi vagyunk a fenntartója az intézménynek, és már működtetője sem mi leszünk január első éve, ez a kapocs, ez mindenképpen megmarad, és mi, mi büszkék vagyunk a Deák iskolának az összes tanulójára és természetesen a pedagógusaira.